5 millió eurós pályázatot nyert el a Bihar megyei önkormányzata nemrég részlegesen megnyitott Körösvidéki Múzeum befejezésére. A pénzből a kiállítási bútorzatot készítetik el, és a közgyűjtemény új székhelyének a környezetét teszik rendbe. A regionális operatív program keretében benyújtott pályázat révén nyert el 5 millió eurós támogatást a Bihar megyei tanács arra, hogy a Körösvidéki Múzeum új székhelyéül szolgáló egykori magyar királyi hadapródiskolát berendezzék, és a modern, háromdimenziós kiállítási tereket létrehozzák. A belső speciális bútorzatról beszélünk, ez tulajdonképpen a kiállítási terek kialakítása. Itt ez egy komplexebb munka, ugyanis maga már a padló burkolás is része lesz ennek a bútorzatnak, és olyan mobilis és mozgatható, és folyamatosan átalakítható kiállítás terek lesznek kialakítva, mely által az időszaki kiállításokat összetudják hozni a mindenkori állandó kiállításokkal. A projekt részét képezi a Nagyvárad belvárosában álló hatalmas épület kertjének a rendbetétele is. Ezekkel a munkálatokkal a végéhez érhet a több mint 10 éve húzódó múzeumügy, mondja Szabó József megyemenedzser. A nemrég bejelentett második része a projektnek az a regionális operatív program keretében volt megpályázva, és kb. 5 millió euróra rúg az összeg. Ez gyakorlatilag arra elégséges, hogy minél nagyobb területet tudjunk működtetni, de ugye a harmadik típusú leadott pályázat az kimondottan a román-magyar határon átnyúló projektből fog véglegesülni. Ennek lezárásával tudom azt kijelenteni, hogy a múzeum működőképes és 100%-ban az épület használható ilyen jellegű kulturális tevékenység céljából. A Körösvidéki Múzeumot részlegesen az idei múzeumok éjszakájára nyitották meg moldáviai, szerbiai és magyarországi partnerintézmények kiállításaival. Egyelőre 5 terem látogatható, az egyik tárlat a magyar népi viseleteket és motívumokat vonultatja föl.